Jó reggelt kívánok, Önök az Alatv híradóját látják 7:30. A magánnyugdíj pénztárakra vonatkozó kormányzati javaslat ellen tüntettek tegnap a fővárosban. A demonstrálók a József Nádor térről vonultak az Alkotmány utcába. Az érintettek szerint a kormány hatályon kívül helyezni a 2011-ben a TB-nek nyilatkozó polgárok magánszerződéseit, és le akarja nyúlnia a megmaradt magánnyugdíj pénztári vagyont. A még meglévő pénztárakat is ellehetetlenítő törvénytervezetet a múlt héten nyújtotta be a kormány. Mi nem csak azért a 60 ezer emberért vagyunk itt, akiket most meg akarnak lopni, hanem a már kisemmizett 3 millió korábbi magánnyugdíj pénztári tagért is harcolunk. Sőt, figyeljetek, ha most nem állítjuk le őket, akkor mind a 10 millióan veszélyben vagyunk. Mert ki tudja, hogy legközelebb milyen magántulajdonunkat nyúlják le? Mi kell nekik még? A spejszből a nagymamám lekvárja? Megemelni a kormány a méltányossági nyugdíj összeghatárát, és egyszeri segélyt nyújtana a rászoruló nyugdíjasoknak, írja a Magyar Nemzet. Egy rendelet tervezet szerint 5000 forinttal megemelnék a jövedelemhatárt, ami felett rendkívüli emelést, illetve egyszeri segélyt kérhetnek a kis nyugdíjasok. Az intézkedés 95 ezer idős embert érintene, írja a lap. Elfogadta a devizahitelek jövő évi forintosításáról és a fairbankokról szóló törvényt az országgyűlés. A devizahiteleseknek ennek értelmében kötelező 256, illetve 309 forinton átváltaniuk meglévő svájci frank, illetve euró alapú hitelüket. A Fidesz szerint ezzel jobb lesz mindenkinek. Az ellenzék azonban támadja a törvényjavaslatot, szerintük az intézkedés rossz az adósoknak. Ezzel gyakorlatilag véglegesítik azt a veszteséget, gyakorlatilag kötelező jelleggel ráverik ezt a veszteséget az adósokra, amit az árfolyam változás miatt ők elszenvedtek. Nem családbarát munkahely a miniszterelnökség, így reagált közleményében Lázár János arra, hogy többen felmondtak a hivatalban, mert bevezették a 10 órás munkanapot. A miniszter úgy fogalmazott, senkinek nem kötelező a miniszterelnökségen dolgozni, ugyanis itt a munkaidőnek kezdete van, vége pedig nincs. A miniszter szerint éppen ezért a miniszterelnökség nem egy családbarát munkahely. De ezt tudja és tudta minden munkavállaló, aki nálunk vállalt vagy vállal munkát, fogalmazott Lázár János. Kisebbségi tulajdonosa lesz Sógora Dorottya utcai szállodájának Gíró Szász András. A miniszterelnökség államtitkárának 20%-os tulajdon része van abban a cégben, amely bevásárolta magát a szállodát építő Kft.-be. Gíró Szász András az Indexnek azt mondta, összesen 10%-os részesedése lesz a szállodában. Az utóbbi időben egyébként komoly üzleti sikerei vannak az államtitkárnak, a vagyonnyilatkozatából ugyanis kiderül, 140 millió forintos megtakarítása van takarékbetétben és biztosításban. Van egy 25-30 millió forintot érő jachtja és 750 millió forintos követelése volt cégével szemben. Miközben az Egyesült Államok több mint 100 településén tartottak többnyire békés tiltakozó megmozdulásokat, Fergusonban folytatódtak a zavargások. A Missouri állambeli városban azután vonultak utcára az emberek, hogy a nagyesküdtség úgy döntött, nem emelnek vádat az ellen a fehér rendőr ellen, aki augusztusban agyonlőtte egy fegyvertelen fekete tinédzsert. A tiltakozók megdobálták a rendőröket, több járőrkocsit és épületet felgyújtottak. A tüntetést kihasználva sokan üzleteket fosztottak ki és gyújtottak fel. A rendfenntartó erők létszámát meg háromszorozták. Barack Obama elítélte az erőszakot és konstruktív párbeszédre szólított fel. Most pedig nézzük, mire számíthatunk a fővárosi utakon. Üdvözlöm az ATV minden kedves nézőjét, munkatársaim, a város egész területéről közepesen erős forgalmat jelentettek. A Hungária körút Kerepesi úti csomópontban felújítják az útborkolatot, emiatt útszűkületre kell számítani. Margit hídnál lezártak a budai alsó rakpart le és felhajtót. Az Árpád fedelem útján a híd alatt irányonként csak egy sávban járható. A Lász utcánál jelzőlámpás csomópontot alakítottak ki a budai alsó rakparton. A Zsigmond téren Lajos utca és Bécsi út között a félútpályát lezárták, az Árpád fedelem út felé irányonként egy sáv járható. Kőbányán a Gergely utcában tart az útfelújítás, a Tavas utca és a Sivrik-Miklós út között sávlezárásra kell számítani. Budán a 11. kerületben a Tétényinton a Bartók Béla út előtt lezárták a belső sávot egy szakaszon, így a Karolini út felé csak egy sávban lehet haladni.
Köszönöm a figyelmüket, további kellemes napot és balesetmentes közlekedés kívánok. A híradó után most folytatódik a Start Mészáros Antóniával, és egy nagy vihart kavart pécsi rendőrségi kisfilmmel. Szervusz Antónia, Szél Bernadett lesz az első vendége a téma kapcsán. Így van, valóban, ez ugye az a kampányvideó, bár valószínűleg ezt most már szinte mindenki tudja, amelyik úgy állítja be, minthogyha a nők maguk is tehetnének arról, hogyha megerőszakolják őket. Szél Bernadett a parlamentben már elmondta a véleményét, majd most megbeszéljük itt reggel is, hogy mit szól a válaszokhoz. Aztán szó lesz arról, hogy mennyire sikerült a kormánynak visszaterelnie a rokkant nyugdíjasokat a munkavilágába. Erről volt ugyanis annak idején szó, amikor felülvizsgálatra küldtek rengeteg ember, sokaknak el is vették a korábbi juttatást, mondván, hogy helyette majd munkát kapnak, ehhez a kormány adott is kedvezményeket, de egyelőre a számok alapján az látszik, hogy körülbelül 10%-át az embereknek sikerült valóban visszaterelni a munkába az érintettek közül. Aztán itt lesz Nemes Gábor, az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke, aki belenézett BKK-s, BKV-s szerződésekbe, és maga is meglepődött azon, hogy milyen rengeteget költenek szerinte a buszok kiszervezésére, és hogy ebből a pénzből a BKV maga mennyivel jobban meg tudná oldani a problémát, így viszont gyakorlatilag csak az érintett vállalkozások járnak jól. Maradjanak velünk! Köszönjük szépen, aztán pedig 8:30-kor lesz még egy híradó. Most tehát folytatódik a Start, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!